Üdvözlöm Önöket! A Dózsa-féle parasztfelkelésre két narratíva született a magyar történelemben. Az egyik az 1514-es eseményekre szegény lázadásként, a forradalmár narratíva pedig Dózsára az elnyomott nép védelmezőjeként tekint. De mi a valóság és mi a mítosz? Ennek járunk utána a mai M5 históriában, tartsanak velünk! Koltai Bori a ceglédi kiáltvány nyomába ered. Kecskés Lilla bemutatja, hogy mivel harcoltak a felkelés résztvevői. Kassai Katalin pedig utána jár, hogyan lett az osztályharc része Dózsa György. Magfalvi Dózsa György a régi székely nemesi család, a háromszéki dálnoki lófő család sarja. De hogyan őrzik emlékét erdélyi szülőfalujában? Ezzel a témával kezdünk. Gyereki hely, hírre, hóra, hóhátára, ha ki nem jössz vaslándzsára, pokolra mész vacsorára. Hogyan éltetik a falubeliek Dózsa György az 1514-es parasztfelkelés emblematikus vezérének az emlékét? Hát sokféleképpen. Egyfelől megvannak a mondák, például a kincsmondák, ugyanakkor megpróbálnak emléket állítani. 2014-ben, az 500. évfordulóra egy újabb emléktáblát a bővelődési ház falára helyeztek el. Megvan a faluba a ragaszkodás a nem akármilyen múlthoz, mert dánoknak számos híres embere, katonája, vitéze, írója, költője, tudósa van, és egy egri fafaragót kértek meg, és ő itt helybe faragott fából is egy dózsaszobrot. A dánoki néphagyomány több helyet is kapcsol a faluba Dózsához, és a Fergetek szorosa az egyik, Fergetek nevű emberről nevezték el, aki állítólag új házat akart építeni, és úgy, ahogy szokták, kalákába dolgoztak az emberek, boltíves pincét, amikor bontották állítólag, akkor valami kifordult, egy kétfüles fazék, abba volt a Dózsa kincse, és meggazdagodott. A parasztvezér emlékét több képzőművészeti alkotás is őrzi dálnokon. Így a falu központjában 1974-ben felállított monumentális dózsaszobor, valamint a szülőházának feltételezett helyén állított emléktábla és a Plugor Sándor tervei alapján készült dózsadombormű. A hagyomány szerint, és történeti források is úgy néz ki, hogy megerősítik, a szülőház lehetett itt, és a telek, ahol a dózsáik, ha rövid időre is, de itt voltak dánokba, és itt született, és itt gyermekeskedett. Akkor, amikor a dánokiakot megkérdezik, hogy említsenek egy híres embert, akkor több mint valószínű, hogy leghamarabb Dózsa György neve fog az eszükbe jutni. Ugyanis nagyon büszke a dálnoki ember arra, hogy itt született Dózsa György. Vannak olyan vélemények is, hogy Dózsa nem innen származik, hanem a Maros megyei Magfalváról, de hogyha a dálnokiakat kérdezzük meg, akkor ők viszont tehát kiállnak mellette, sőt, mi több, az, aki ennek ellenkezőjét állítja, hát elég vehemensen fognak erre reagálni. Köztudottnak számít, hogy híres párviadal hőse is volt Dózsa György, Nándorfehérvár mellett, ahol lovaskapitány volt, Ali nevű vezérével a szájiknak megküzdött, és itteni dánoki embertől tudunk egy olyan verses mondókát, szöveget is, ahogyan egymást párbajhozni, párviadalra hívták a vitézek, a székely vitézek annak idején, tehát valószínűleg Dózsa idejében is. Gyereki hely híre hóra hóhátára, ha ki nem jössz vaslándzsára, pokolra mész vacsorára. Vendégem Horváth Rihárd történész. Jó estét kívánok Önnek! Estét kívánok! Na hát ugye az időpontot nézzük meg először, 1514-ben vagyunk, nagyjából 6 évtizeddel Nándorfehérvár után, és nagyjából 12 évvel Mohács előtt.
Milyen állapotban van ekkor Magyarország Mátyás halála után? Valahogy az hírlik, én azt olvastam a könyvekben, hogy tulajdonképpen nem volt rossz állapotban az ország, gyarapodó ország volt. Igen, minden kétséget kizáron az volt. Az ország gazdasági állapota valójában úgy nézett ki, hogy egy folyamatos török nyomás miatt nagyon erős gazdasági kényszerhelyzetben volt. Ugye finanszírozni kellett a török elleni délvidéki végvárrendszert, és a ott szolgáló katonák zsoldját fizetni kell. Ez az egyetlen momentumot, ha ki tudnánk zárni a képből, azt mondhatnánk, hogy a Mátyás korihoz hasonlóan működő, prosperáló középkori királysággal van dolgunk, de természetesen ezt az egy momentumot nem zárhatjuk ki. Ez mindig ott lebegett, mint egy Damoklész kardjaként a késő középkori magyar állam felett. Ez egy külső feszültség, ugye a török veszély, méghozzá nagyon komoly külső feszültség. Ez okozott-e belső feszültségeket? Természetesen. A magyar politikai elit állandóan azon gondolkozott, hogy támadni, ne támadni, békülni, ne békülni. Egy szintén feszültséget okozó elemet, ami a 15. században nagyon sok feszültséget okozott, azonban kizárhatunk, a Ulászló királynak a Lajos személyében volt egy fia. Ugye a korábbi királynak nem volt fia, és ez mindig belső háborúkat, trónharcokat eredményezett. Itt ennek nem néztünk elébe, tehát a király legalább úgy hunyhatta le 1516-ban a szemét, hogy nem kellett trónharcokra vagy belháborúkra számítani. Ugyanakkor a magyar politikai elitben mindig volt egy kettősség, hogy mit kezdjünk ezzel a török kérdéssel. Próbáljuk meg békében húzni, ameddig lehet, vagy inkább mi Hunyadi János példája, megelőző csapást mérjünk rájuk, és úgy próbáljuk megoldást kikényszeríteni. 1514, én szintén csak könyvben úgy olvastam, hogy tulajdonképpen a török ekkor nem volt túlságosan jó erőben, már ami a magyarországi szinteret illeti legalábbis. Igen. A helyes válasz az, hogy jó erőben volt, csak nem Európában. 1512-ben leváltották második Bajezid szultánt, a fia Szelim lett az új szultán, egy másfél éves belharc is kitört az idősebb testvére Ahmed és Szelim között. Tehát az előbb említettem, trónharcok törtek ki, de most a török oldalon. Szelim ezt viszonylag gyorsan, rövidre zárta, másfél év alatt nagyon sok testvérét és unokatestvérét kivégeztette, olyan keleti módra. Tehát amikor számára tisztára vált a terep, akkor a perzsák ellen fordult, mert a perzsák kihasználva a török trónharcot, támogatták Szelim ellenfeleit, és ezt szerette volna ezt a helyzetet megoldani. Éppen ezért 13 végén, 14 elején Perzsiának fordult, átszállította a seregei nagy részét Ázsiába. Tehát az európai fronton tulajdonképpen talán azt mondhatjuk, hogy csak a helyőrségekkel kellett számolni, de jelentősebb szultáni hadakkal nem. Tehát itt volt egy jó pillanat a török elleni harcra tulajdonképpen. Na most ez a dózsaféle parasztfelkelés is így indul el a török elleni harcra. Hogyan válik felkelésé, parasztfelkelésé? Kinek az érdeke ez egyáltalán? Hát valójában senkinek nem volt érdeke. Mondhatnánk persze könnyű szívvel azt, hogy a törököknek mindenképpen érdekében állt, hiszen ha Magyarországon belháború van, az az ő esélyeiket növeli. Mindazonáltal ugye a török hadsereg éppen nem állt rendelkezésre az európai fronton, tehát ha nekik érdekükben is állt volna, kihasználni nem tudták ebben a pillanatban a helyzetet. Természetesen a magyar politikai elitnek semmilyen érdeke nem fűződött ehhez a belháború, hiszen volt elég más gondja az adás elején említett török fenyegetés miatt és gazdasági tehertétel miatt, volt elég más gondja a magyar politikai elitnek. Tehát igazándiból ez egy nagyon szerencsétlen esemény, nagyon szerencsétlen pillanatban talán ezt mondhatjuk. Össze tudjuk foglalni nagyon röviden, hogy miért tör ki akkor a felkelés? Hát röviden nagyon nehéz lesz. Amikor elindul a keresztes hadjárat, ez egy klasszikus keresztes hadjárat, amely a pápai bulla értelmében ugye Bakócz Tamás rendelt el. Aki ezen személyesen részt vesz, teljes búcsút nyerhet, és nem felejtsük el, a késő középkorban ennek nagyon fontos súlya volt a lelkiismereti egyházi kérdéseknek. És amikor kiderült, hogy ez a elinduló keresztes hadjárat megállítják, lefújják, Bakócz Tamás visszavonja a bullát, mert már történtek erőszakos események, akkor egy általános elégedetlenség megy végig a hadon, hogy elveszik tőlük ezt a lehetőséget. Ők felvették, felvarták a ruhájukra a keresztet, elindultak a harcba, és elveszik tőlük ezt a lehetőséget, tehát egy felzúdulás indult meg. Ez az egyik része a történetnek. Azonban van a másik érdekes része, megrendül egy több száz éves rossz szó, de szerződés. Ugye nemes attól kiváltságot, hogy megvédi az országot, a birtokokat és természetesen a jobbágyait. A jobbágy azért fizet adót, mert ő meg többek között, mert megkapja ezt a mindenkori védelmet. Évszázadokon keresztül ez így működött. És pontosan ezek azok az évtizedek azok, amikor az egyre gyakoribb török betörések miatt, különösen a délvidéken, nem hiába a délvidéken tombol legjobban ez a felkelés, és az ország más területén alig vagy egyáltalán nem történt komolyabb esemény, amikor tapasztalják a jobbágy lakosok, hogy hát itt rendre átmasíroznak a török csapatok az országon, hol vagytok, nemesek? Miért nem védtek meg minket? Akkor ez is egy indulati elemet, vagy egy elégedetlenséget szíthat. Tehát azt gondolom, hogy nem egy
pontos okban tudjuk megmondani, hogy mi történt, hanem több elem összekerült, és egy gyúelegyet alkotott, ami aztán berobbant. Hát innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést. A Dózsa-féle felkelés egyik legfontosabb forrása a ceglédi kiáltvány. A dokumentum minden bizonnyal valós, de mára biztos, hogy nem úgy történhettek az események, ahogy korábban értelmezték. De milyen ideológiák irányították a felkelést? Ennek járt utána Koltai Bori. Tudjátok meg, hogy a hitszegő nemesek ellenünk és a szent háborúra készülő összes keresztes hadak ellen erőszakos módon fölkeltek, hogy üldözzenek és kiirtsanak bennünket. Ezért számkivetés és örökkárhozat, nem különben fejetek és minden javatok elvesztésének terhe alatt szigorúan meghagyjuk és elrendeljük nektek, miszerint ez írás vétele után nyomban, haladék és mentség nélkül ide, Ceglédre siessetek, hogy az áldott nép általatok megszentelt szövetségben megerősítve a nevezett hűtlen és gonosz nemeseknek erejét és hatalmát korlátozni, megfékezni és tönkretenni lehessen. A hagyomány a gondolatokat Dózsa Györgynek, az 1514-es paraszt felkelés vezérének tulajdonítja, akinek itt Cegléden szobrot is emeltek. A ceglédi kiáltvány mai napig a lázadás egyik kulcsdokumentuma. A felhívás értelmezését azonban árnyalják az elmúlt években felfedezett források is. Dózsa parasztlázadáshoz kötik a ceglédi kiáltvány megszületését, és ezért nyilván itt egy kicsit erősebb ez a kultusznak vélt hagyomány. A ceglédi kiáltványnak elég hosszas története van, tulajdonképpen már 18. század közepén publikálták, és utána nagyon sokszor publikálták az úgynevezett bártfai változatot, ez a lelőhelyről kapta a nevét. És már nagyon korán fölismerték ennek a jelentőségét, ami főleg abban áll, hogyha megnézzük a Dózsa-féle parasztháborúnak a forrásait, akkor két nagy csoportba lehet sorolni. Azt szerint, hogy külső források, tehát Dózsáékról írták, például humanista történészek, vagy pedig parasztfelkelésben résztvevők, idézőjelben termelték ezeket a forrásokat ki. Szűcs Jenő 1972-ben 4 darab ilyen forrást azonosított, amilyen belülről keletkezett forrás, és ezek közül a legfontosabbnak ezt a ceglédi kiáltványt tartják. Eredeti nyelve a latin, és ez számos magyar fordításban elérhető. Ez körülbelül egy olyan 10 soros, tehát azt lehet mondani, egy nyúlfartnyi kis szöveg. A Cegléd környéki területek lakosságát szólítja meg, tehát Pest megyét és Szolnok vármegyét, és tulajdonképpen arra szólítja föl az ittenieket, hogy csatlakozzanak a Dózsa-féle parasztháborúhoz, amennyiben ezt nem teszik, akkor különböző igen változatos és kreatív büntetéssel fenyegeti őket, és célként azt jelöli meg, hogy hát a nemeseket kell megfékezni, ezért kéne csatlakozni. Ezt Cegléden bocsátották ki, és számos másolatban elküldték az ország számos településére, városába. Volt egy olyan elképzelés is, hogy nem csak egy írott szöveg volt, hanem ceglédi beszédet is tulajdonítottak Dózsa Györgynek, ezt 1972-ben Szűcs Jenő cáfolta. Szűcs Jenő 3 darab tanulmányt írt 1972-ben, és ebből az egyik az a Dózsa-féle parasztháború ideológiájáról szólt. Azt gondolta, hogy itt lehet egy kifejlett ideológiáról beszélni, ez kérdéses, de ettől függetlenül maga a tanulmánynak egyébként nincs szocialista frazeológiája, szinte betűről betűre elemezte a ceglédi kiáltvány bártfai változatát, a latin szöveget, talán egy kicsit túl sok mindent látott bele, de ettől függetlenül a megállapításainak szinte mindegyike az mai napig időtálló. Ellenben van egy, ami nem. A keltezés kérdése, mert ő június eleje közepére tette az írást, és azt gondolta, hogy ez a ceglédi kiáltvány, mivel június közepi, ezért a parasztháború csúcsán született egyfajta ideológiai összegzés. 2015-ben a franciaországi Lille városának megyei könyvtárából vagy levéltárából előkerült Lakatos Bálint kutatásai nyomán egy újabb verzió, amit bizony Jean Anna nevű diplomata írt Habsburg Margit hercegnőnek. Ebben a bizonyos levélcsomagban tudósítások is vannak, és ennek a kiáltványnak az átirata van, vagy a másolata van, és ezen van egy konkrét dátum, május 25-e. És így már lehet tudni, hogy ez nem a csúcsponton született, hanem még májusban.
Tehát a datálás is azt erősíti meg, hogy vélhetőleg itt nem egy ideológiai összegzésről lenne szó. A történet ugyanis úgy szól, hogy van egy parancs Bakócz Tamástól, amiben felfüggeszti a parasztseregek további toborzását, hiszen ez a keresztes hadjárat ez okafogyottá vált. Békét kötöttek a törökkel. Ennek mond ellent Dózsa György, miután átveszi a parancsnokságot, és ennek az ellentmondásnak a szövegezését testvérével, Dózsa Gergellyel küldi Pest felé, hogy onnan szórják szét az egész országban, hogy ennek ellentmondanak, és továbbra is toborozzák a parasztokat, immár egy egyértelműen másik céllal, mint az eredeti. A Lilli szöveg nem teljesen azonos a Bártfaival, és lehet tudni azt, hogy ez egy konkrétabb, a Bártfai pedig egy általánosabb. Tehát vélhetőleg több változat volt, és ezt a több változatot küldték el mindenfele. Képzeljük el egy szórólapként. Nem valószínű, hogy Dózsa György írta, én azt sem gondolom, hogy egyáltalán tudott írni. Különös tekintettel arra, hogy a Lillben megtalált ceglédi kiáltványon egy Mihály nevű ember aláírása szerepel, aki valószínűleg valamelyik parancsnoka lehetett Dózsa Györgynek. Egy parasztnak a horizontja az nem nagyon terjed tovább a falu határánál. Nem véletlen, hogy ennek a kiáltványnak egyébként semmilyen eredménye nincs. Persze szétküldték, és sok helyen nyilván meg is kapták ezt a kiáltványt, de nagyon valószínű, hogy ez a célközönséghez nem jutott el. A történészek egy része szerint egyáltalán nem pontos az a kép, amit ebből megismerhetünk. Ugye többek között azt szokták felemlegetni, hogy erre a kiáltványra alapozva gondoljuk azt, hogy a magyar parasztok súlyos kizsákmányolásnak voltak az áldozatai a korszakban. Ez nem így van. A korabeli adóterhek azok meg se közelítették a mai adóterheket. A magyar királyságnak a pénzügyi erőforrásainak a jelentős részét elviszi a török ellen való védekezés. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nemesek ellopják a pénzt, meg az egyház ellopja a pénzt, hanem inkább arról van szó, hogy a pénz elfogy a hadsereg fenntartására. A ceglédi kiáltvány jelentősége az, hogy meglátjuk benne Székely Györgyöt, Dózsa Györgyöt. Ja, tehát ez az, tulajdonképpen az első írásos említése Dózsa Györgynek, ez nagyon fontos. Megmutatja ennek az egész parasztháborúnak a hangulatát, és egy kicsit betekintést ad abba, hogy mik lehettek volna a távlati céljai. Már amennyiben egyáltalán voltak céljai. Úgy képzeljük el a középkori magyar társadalmat, mint egy gyönyörűen berendezett szoba, mint ez, akkor egy-egy ilyen forrás az olyan, mintha ebbe a sötét szobába így gyorsan meggyújtanánk egy pillanatfényt. És abból kéne következtetni, hogy ebben az egész szobában mondjuk milyen könyvek vannak. Ugye ez egy hallatlanul nehéz feladat, ugye ez a források szűkösségének a velejárója. Pedig folytatjuk Horváth Richárd történésszel. Melyik társadalmi rétegből verbúválódtak a felkelők? Melyik volt a bázisa a felkelésnek? Alapvetően a jobbátságból, bár meglepően sokszínű volt ez a hadsereg, vagy ez a csoport. Mezővárosi polgárok, persze polgároknak mondjuk őket jogállásokat tekintve, ők is jobbágyok voltak, csak előkelőbbek és esetleg vagyonosabbak, de kisnemeseket is találunk a társaságban. Tehát egy nagyon sokszínű csoport jött össze. Ugye itt a fő momentum a lelki szempont volt, a búcsú szerzés, és ez nem függött társadalmi besorolástól. Mekkora volt ez a sereg? Mit mondhatunk erről? Ugye vannak hírek sok tízezer. Erről a reális mi lehet? Nagyon sok szám szorodott, 50 ezer, 33 ezer, egészen szélsőséges számok. A középkor viszonyait tekintve az élelmezést, az utánpótlást, ugye ne felejtsük el, ez nem egy előre évek óta tervezett hadjárat volt, hogy mondjuk felhalmoznának élelmiszerkészleteket. Hát reálisan tekintve a csúcs ennek a 8-10 ezer lehetett, de ez is inkább már egy picit túlbesült véleményem szerint. Jobbágyok mennyire voltak elnyomva ebben az időben? Ez a felívelés időszak, a prosperál a magyar gazdaság, mondhatjuk így, nem? Igen, ez valószínűleg egy 19. századi gyökerű megrögzött gondolkodás, hogy el voltak nyomva a középkori jobbágyok. Valójában nem voltak elnyomva a mai szemünkkel a középkori jobbágyok, csak egy
példát, ha lehetne mondani, az adózásuk. Egy átlagos magyar jobbágy porta az éves jövedelmének 8-10%-át adta át, vagy az urának, vagy az államnak. Ugye ma ez bárki aláírna, természetesen nem szabad elfelejteni, hogy nem volt szociális ellátás, nem volt egészségügy, tehát az államnak sokkal több feladata van, tehát nem lehet az almát a körtével összehasonlítani, de az, hogy kizsigerelt jobbágyságról beszélnénk, az azért túlzás lenne. Mátyásnál szoktuk mondani régebben, hogy nem egy, hanem kettő vagy három hadiadót vetett ki egy esztendőben, na azt már észrevették, az már érezhető volt, de a hagyományos évi egyszeri adózással számolva ez teljesen általános és elfogadható volt. Jellemző módon a középkori Magyarországon sem a jogállókorban, sem korábban adók miatt olyan nagy lázadozás vagy felkelés soha nem is volt. Na innen folytatjuk majd a beszélgetést. A Dózsa-féle jobbágy felkelés résztvevői bátran vonultak előre 1514-ben, de hogyan és mivel harcoltak a felkelők, és volt-e esélyük a győzelemre? Kecskés Lila riportja következik. Rákosmezőn a Királydombon sétálok, ami egykor az ország legfontosabb ügyeit eldöntő gyűlések helyszíne volt. Itt választották királlyá Károly Róbertet, Hunyadi Mátyást, és innen indult ki az eredetileg keresztes háborúnak induló Dózsa-féle jobbágy felkelés. Most ezt a témát járjuk körül harcászati szempontból. Fogosbalta az egy ősi fegyver, már a szkítákkal megjelenik Krisztus előtt a 6. században, de használták az avarok, használták a honfoglalók, és jó kézben nagyon hatékony. Én közel 25 éve tanítok közelharcot fogosbaltával, és gyakorlati tapasztalataim alapján is mondhatom, hogy hasznos. Tudnál mutatni egy-két mozdulatot? Jó, nagyon szíves. Például, hogyha az ellenfelem kardot vagy szabját fog, és szíven akarna szúr. Igen. Se túl erősen, se túl gyengén ne fogjad. Egy védelmi állás ez. Jézusom! Hatalmas erő kell egy ilyen támadást kivédeni. Egy igazi közelharcban valószínűleg azonnal alul maradnék. De vajon mennyi esélyük volt a felkelőknek 1514-ben az ellenféllel szemben? Május elején indul az egész, és mondjuk mondhatjuk azt, hogy augusztus 10-ére ér véget. Ez egy nem egy begyakorolt tömeg, és könnyű fegyverzettel rendelkeznek. A velük szemben felvonuló nemesi csapatok jobban kiképzettek voltak a harcban, hiszen ők már jártak csatamezőn. Puskái és ágyúi is voltak, ez óriási előnyt jelentett. A páncéling, a sodronying nyilván ezt elsősorban a végvári vitézek használták. Ugyanúgy végvári vitézek használták a sodronyos vassapkát, acél tetőlemeze van, 3,8 kg, Dózsa György Nándorfehérváron, ő lovastiszt volt, végvári parancsnok. Nyilván ő a legjobb fegyverzetet viselte, és a kísérete is. A felkelők nagy része viszont hevenyészet fegyvereket használt, paraszti szerszámokból készítették a fegyvereiket. Nagyon jellemző például a kiegyenesített kasza. A cséphadaróból is lehetett fegyvert készíteni, hiszen kemény fából készül, nagyot lehet vele ütni, de egy végvári vitéz, vagy egy gyalogos zsoldos számára azért nem ellenfél. Egy könnyű fegyverzetű, maximum melvértel, sisakkal rendelkező csapat állt szemben egy, hát hogy nem feltétlen talpig vasban, de így szokás mondani, nem az egész sereg volt biztosan talpig vasban, de ez már elég volt. Tehát ha elsütötték az ágyút, aki nem hallott ágyú dörgést, hát az ilyenkor elszaladt. A felkelés vezére Dózsa György székely katona volt, akiről számos ifjúsági regény született. Kósa Ferenc Ítélet című filmje pedig szinte beleégette a magyar társadalom tudatába a véres eseményeket. Elsősorban ők keresztes hadjáratra készülődnek, az, hogy dél felé indulnak. Ez így bizonyítja, hogy elsősorban ők a törökök ellen akarnak vonulni, de útközben felprédálják a nemesi birtokokat, erőszakoskodnak, és az ellentétek egyre élesednek, és ahogy elérnek a Tisza-Maros térségéig, már összecsapnak. Apátfalvánál és Nagylaknál már komoly harci összeütközésre kerül sor. Azért lehetett
az egész felkelés az elején sikeres, mert üres volt a terület. Ebben az időben Szapolyai János a katonasággal, tehát mind az alsó részek katonaságával, mind pedig az erdélyi hadakkal Bulgáriába ment. Próbálják a törököt a béke felé mozdítani. A legnagyobb sereg, akiket ugye Dózsa vitt magával, azok olyan helyen mentek, ahol nem volt ellenállás, és ugye egyre bátrabbak lettek. Elkezdik utána Temesvár ostromát. Nyilván ostrom tüzérségük nincs Dózsáéknak. Tehát eleve ez egy veszett ügy volt, várost várat ostromolni, ostrom tüzérség, ostrom felszerelés nélkül. Azt azért Dózsa valószínűleg látta, hogy ahhoz, hogy ő győzelmet arasson, ahhoz neki valami nagy dolgot kell csinálni. Tehát a nagy dolog alatt értem azt, hogy valami jelentős helyet el kellett foglalnia. Ez csak Temesvár lehetett. Tehát a Temesvár ugye az a királyi végvár, a határvédelem központja, viszont ez is lett a veszte. Mi a Dózsa-féle parasztfelkelésnek a tanulsága, az üzenete az utókor számára? A Dózsa-parasztháború egy igen ellentmondásos korszakban tört ki. Egyrészt a déli határát Magyarországnak fenyegeti a török, másrészt van egy gyengekező király, Ulászló, harmadrészt pedig a Mátyás által létrehozott ország kezd szétszakadni. Nyilván ebben a külföldi érdekek is szerepet játszottak. Az, hogy az oszmán birodalom 1512-ben megjelenik újra, mint támadó film, ez egy olyan körkörös folyamatot indított be, ami hisztérializálta a közvéleményt. 1514-ben nincsen gazdasági válság az országban, hanem mentális válság van. Nem következett a Dózsa-féle felkelés a társadalmi helyzetből. Nem volt puskaporos hangulat. Kérdés, hogy kell-e tanulságot keresnünk? Gyakorlatilag ez egy zárójeles esemény lesz. Valójában semmilyen hosszú távú hatása nem lesz a magyar hadipotenciára, sem pedig egyébként a társadalmi berendezkedés. Talán ez egy üzenet, hogy elsősorban nézzük meg a mi hazai érdekeinket, az igazi érdekeinket, és ne messzi hatalmi körök érdekeit szolgáljuk ki. Mi lett volna, ha? Ezzel a kérdéssel folytatjuk a stúdióban, vendégem még mindig Horváth Rihárd. No hát, mi lett volna, ha Dózsa György megnyeri ezt a háborút, ezt a felkelést, győz a felkelés? Hát ez egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. Ha valóban katonai győzelmet arathattak volna, ami, ha szabad a történeti magánvéleményt mellé tenni, erre nem volt semmi katonai reális esély. Ugyanis azért érthettek el sikereket, mert a temesi és az erdélyi hadak ekkor éppen Bulgáriából tértek vissza Szapolyai János vezetésével. Tehát nem volt számottevő magyar katonai erő ezen a aradi, csanádi, temesi vidéken. Ha visszatérünk a kérdésére, tehát ha győznek, akkor tulajdonképpen szembe találják magukat a magyar állammal, Ulászlóval. Ez egy király elleni felségsértés lett volna. Akkor nincs más, vagy le kell győzni a királyi hadakat, és átvenni az ország irányítását, vagy tudomásul venni ennek következményét, hogy a királyi hadak eljönnek, és megpróbálják őket legyőzni. Tehát ez egy nagyon messzire vezető kérdéskör. Ha ez a sereg mégis a török ellen vonul, akkor mi lett volna elég a sereg a török ellen? Arra, hogy esetleg egy-két várat visszavegyenek, hát az jó jött volna később Mohács előtt. Pontosan az egész hadjárnak már úgynevezett korlátozott céljai voltak, az fel nem merült már a magyar katonai és politikai vezetésben, hogy a szultáni seregeket szemtől szembe Magyarország pláne támadólag szembeszálljon velük, hanem egy határmenti biztosító zónát, még nagyobb biztosító zónát kialakítani. Például a Srebrenik vára pár évvel korábban esett el, ami egy nagy fájdalma volt a magyar hadvezetésnek, egy nagyon fontos pontja a végvárrendszernek. Tehát azt gondolom, hogy ez már egy nagy nyereség lett volna, ahogy Mátyás idejében Szabács megszerzése, vagy Jajca visszafoglalása a törököktől. Ezek nagyon fontos határpontok, amelyek adott esetben időt nyerhettek volna a magyar királyságnak későbbiekben. No, de hát nem így történt, és az azért még a kérdések között biztos, hogy ott van, hogy lerontotta-e az országnak a védekező képességét a török támadások előtt. Ugye 1520-21, Nándorfehérvár, 26 Mohács, szóval a törökök itt voltak a határunkon. Igen, és aktívak is voltak. Azt gondolom, hogy ez szintén egy 19. századi narratív, ami itt maradt velünk. Gondoljunk bele, már Hunyadi Mátyás híres fekete serege sem parasztokból, jobbágyokból áll, hanem zsoldosokból, többségében profi katonákból. 1514-ben és 26-ban is ők harcoltak a törökök ellen. Tehát a jobbágyok hadrafoghatósága
hát az, ebben az időszakban, amikor már egyre profibb hadseregek állnak egymással szemben, gondoljunk a török janicsárságra. Tehát milyen esélye lett volna egy kaszával rendelkező, kapával rendelkező jobbágynak egy tűzfegyveres janicsárral szemben, valószínűleg nagyon csekély. Azt gondolom, hogy nem ezen múlt a mohácsi csata sors elsősorban, sok más katonai és gazdasági okon múlott, de a Dózsa parasztlázadás, ha nem tör ki, akkor sincs sokkal nagyobb esélyünk Mohácsnál, azt gondolom, a végeredmény tekintve. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Dózsa György alakja jóval idealizáltabban él történelmi emlékezetünkben, mint azt karaktere vagy történelmi cselekedetei indokolnák. Vajon mennyire torzították el a történelmi Dózsa képet például a reformkori vagy a szocialista osztályharcos értelmezések és a művészi alkotások? Ki is volt a valódi Dózsa? Kassai Katalin kereste Dózsa Györgyöt. Dózsa a főnemességet, melyből Erdélynek vajdái s nemzete szabadságának elnyomói választattak, rég gyűlölte. Írta báró Eötvös József a Magyarország 1514-ben című regényében. Dózsa György nemesi származása ellenére kelt fel az urak ellen, de vajon miért? Hogyan ítélte meg tettét az utókor, miként ábrázolja őt a modern művészet, és hogyan szerepel alakja a szocialista történetírásban? Ennek járunk ma utána. Mi az a Dózsa mém, és hogyan ragadt meg az emlékezetünkben a Dózsa kultusz? A Dózsa mém az egy egészen sajátos kulturális jelenség. Maga a mém kifejezése egy ilyen kulturális gént jelent, ami egy ilyen kulturális jelenlétet jelenti szabad történelmi vagy társadalmi jelenségnek. A Dózsa György karaktere, illetve az egész parasztlázadásnak nevezett eseménysorozat, ennek van egy ilyen nagyon érdekes társadalmi elágyazottsága, ami összefügg azzal, hogy a Dózsa Györgynek, illetve ennek a parasztlázadásnak milyen társadalmi narratívai vannak. Dózsa György alakja kétféleképpen rögzült a kollektív emlékezetben. Az elnyomás elleni lázadó és az illegális felkelő. A különböző történelmi korszakokban persze az adott körülményekhez igazították a megítélését is. A 19. században például nemzeti hősként ábrázolták, és az ellenállás szimbóluma lett. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vas trónon ült elégetétek. De szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat el láng rajtatok. Írta Petőfi forradalmi hévvel. Igazán a szocializmusban öltözik át egyfajta szabadságharcos karakterré. Dózsa György beépül ebbe a marxista osztályharcos narratívába, hogy vannak az elnyomók és az elnyomottak, vannak a parasztok, a jobbágyok, és vannak a nemesek, királyok, arisztokraták, főpapok, és ebbe tökéletesen beleilleszthető volt az, ami ebben a néhány hónapban történt. És ilyen szinten ezt nagyon tudatosan felhasználta a mindenkori rendszer. Dózsa György, mint pozitív történelmi személyiség, reformkorban jelenik meg. Én úgy tudom, hogy az első regény, ami ezt feldolgozta, Báró Eötvös József regénye, Magyarország 1514-ben, és ez 1847-ben jelent meg közvetlenül ugye a forradalom előtt. A 19. században azért születtek ugye drámák, operák, opera is, és a 20. században, hát ugye 45 után megsokasodtak ezek a művek, például Iés Gyula 1956. februárjában mutatott be, vagy az ő művét mutatták be Dózsa György címmel, és Besenyei Ferenc volt a főszereplő. Isten éltessen benneteket! A szocialista ideológia is az osztályharcos ikont látta benne. Az akkori történelem oktatás és művészet is a nép védelmezőjévé emelte fel. Népszerűségét jelzi, hogy a negyedik legsűrűbben előforduló közterület elnevezés is az ő nevéhez fűződik. Ez a fajta szocialista beágyazódás, ez az osztályharcos narratívával, mint oly sok minden itt Magyarországon, ez még mindig velünk élő örökség, elég csak ránézni arra, hogy mennyi közterünket, utcánkat nevezték el, mennyi szobor van, több szobor van, mint Ady Endrével egyébként.
ez velünk él, viszont maga a jelentősége sokkal kevésbé fontos. Mi a történelmi konzekvencia végül is akkor, hogy Dózsa egy pozitív hősként szerepel a történelmi emlékezetben, vagy egy lázadóként, egy nem szeretjük figuraként? Történelmi tudományos oldalról ilyen vitát el lehet kezdeni, de nem nagyon lehet befejezni. Társadalmi oldalról viszont egészen más a történet. És itt megint vissza kell kapcsolnom a hibrid Dózsa képhez, hogy nagyon-nagyon nehéz úgy ezt a kérdést eldönteni, hogy van egyfajta marxista narratíves mérgezettsége a Dózsa képnek, másrészt pedig egy abszolút egy devalválódó jelentősége Dózsa György személyének, illetve az eseménysorozatnak. Hogy is lehetne eldönteni egy ilyen két háttérben munkálkodó diszpozíció tükrében, hogy igazságosnak tartjuk ezt az eseménysorozatot, ezt a néhány hónapot, vagy pedig nem? Hány nemest öltetek meg? Ahányat kellett. Tudod-e? Beszéljünk egy picit az Ítélet című filmről, hiszen az mutatja be leginkább az egész Dózsa sztorit. Az mennyire hiteles történelmileg ez a film? Nagyon kevés felel meg a valóságnak. Hát kezdve attól, hogy forradalomnak nevezik ezt a szót és ezt a fogalmat, nem ismerték, nem volt akkor az embereknek osztálytudatuk. Úgyhogy ez a legfontosabb eltérés, vagy ilyen csavar, illetve azt, hogy ezt egy, ahogy a cím is jelzi, ezt egy bírósági perként állítják be, és annak a körülményeként, amikor Verbőci megpróbálja rávenni Dózsát, hogy vonja vissza az ő követeléseit, vagy azokat a célokat, amelyekért harcolt. Elismered-e bűneidet? És megtagadod-e mindazt, amit tettél? Nem. Kósa Ferenc rendezte, a forgatókönyvírója a Csóri Sándor volt, és az operatőr pedig Sára Sándor. És van is egy érdekes mozzanat benne, amikor fölfalják ugye az adósságleveleket, ez egy dokumentálható történelmi mozzanat, hogy megsemmisítik, és akkor elhangzik egy ilyen vicces beszólás, hogy vádoljuk pogánysággal Kósa, Csóri és Sára közkatonákat, hogy nem hisznek eléggé a magyarok istenében. Meg kell értetnem velük, hogy tőlük függ az ország sorsa, hogy tőlük függ egész Európa sorsa. S ha úgy akarják, nem hőkölnek vissza, új arculatot ölthet a világ. Sára Sándor később egy tévéfilmet rendezett Dózsa Győrről, és ő Székely János erdélyi költő és drámaírónak a monodrámáját filmesítette meg. Hát ez egy minimalista film, tévéfilm, ugye Madaras József a egy személyben szereplő, főszereplő, és ő monodrámáján keresztül ismerjük meg a Dózsa történetet, ami természetesen akármennyire poetikus, ez is magán hordozza a korszaknak az értelmezését, tehát hogy hős és osztályharcos és vívódó filozofikus ember. Fölfedezte őt az avantgárd is, például Maurer Dóra, ugye filmet üdött készített 1973-ban. Ez azt is jelenti, vagy jelöli, hogy az avantgárd művészetek azok erősen, vagy eléggé baloldali irányultságúak, nekik jól jött egy ilyen osztályharcos, nagy vagy annak nevezett hős. Mennyire torzították, és torzították egyáltalán ezek az alkotások a valódi Dózsa György képet? Ettől nem tudunk szabadulni, mert 2014-ben is készült egy homok animáció, Czakó Ferenc készítette Dózsa 1514 címmel. És természetesen nem mondom azt, hogy ez egy ideológikus és nem tudom milyen szándékú mű, ugyanakkor azok a klisék megvannak benne, ugye, hogy hős, meg osztályharcos, és nagyon szépen és esztétizáltan mégiscsak tovább élteti azt a mítoszt, ami egyrészt a 19. században, másrészt ugye 45 után a kommunizmusban alakult ki. Dózsa György a mindenkori elnyomás elleni lázadó megtestesítője. Ellentmondásos megítélése ellenére többnyire pozitív hősként szerepel a történelmi emlékezetben. Ez volt mára az M5 História. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!